Vajon számon kérheti-e a Nyugat saját erkölcseit a világ többi országán? Vajon a gyors anyagi gyarapodás automatikusan együtt jár-e az erkölcsi normák átalakulásával, egy megengedőbb kultúra kiterjedésével? Üdvözlöm az Ázsia magazin nézőit! Adásunkban elsőként az egyneműek kapcsolatának ázsiai helyzetével foglalkozunk, ezt követően egy csodálatos tehetségű indiai magyar festőművészre, a tragikusan fiatalon meghalt Amrita Sergérre emlékezünk. Lássuk a részleteket! A tajvani alkotmánybíróság engedélyezte az egynemű párok házasságkötését. A döntés egyedülálló, Ázsiában eddig egyetlen másik ország sem teszi lehetővé azt, amit Európában vagy Amerikában már evidenciaként tartanak számon, és követelnek meg másoktól, a világban gyakorlatilag mindenkitől. Május 24-én Taipeiben az Alkotmánybíróság épülete előtt tüntetők várták az egyneműek házasságának ügyében hozott döntés bejelentését. Ebben a kérdésben csak olyan döntés születhet, amely indulatokat kavar, az egyik oldalnak pedig garantáltan fájni fog. A társadalom egészét tekintve nincs egyetértés az egyneműek házasságának ügyében. A kérdésben hatalmas az ellentmondás, és nagyon sok egyszerű ember aggódik miatta. Az egyneműek házassága ellentétes a szexuális közösülés ideájával, és életellenes is egyben. A tüntetők transzparenseikre azt írták, Tajvan nem üdvözli az egyneműek házasságát, holott ebben a kérdésben egyik tábor sem fogalmazhat a megosztott közvélemény egészének nevében. Bizonyára tudatában voltak ennek azok a bírák is, akik előre is történelminek mondott döntést hoztak. Két ugyanahoz a nemhez tartozó ember, akik egy tartós és bensőséges kapcsolatban akarnak együtt élni, sem az ellentétes nemű párok házasságának értelmét, sem a heteroszexuális házasságra épülő társadalmi rendet nem befolyásolják kapcsolatukkal. Így ők házasságkötésük törvényes elismerésével az ellentétes nemű párokhoz hasonlóan a társadalom stabil alapzatát alkotják majd. A heteroszexuális kapcsolatokra épülő házassági rendszer etikai alapja tehát nem sérül majd. Így indokolta a döntést a tajvani alkotmánybíróság vezetője. Erről a tajvaniak fele azonban egyáltalán nincs meggyőződve. A Fókusz közvéleménykutató 1100 fős minta alapján végzett felmérése szerint az ország nagyon megosztott a kérdésben. 45,4% ellenezte a törvényesítést, míg 46,3% támogatta azt. Az utóbbiak képviselői is az Alkotmánybíróság épületénél gyülekeztek. Egy kivetítőn élőben követték a sajtótájékoztatót, és látható megkönnyebbüléssel fogadták a hírt. Ma nem csak a házasság ügyéért állunk ki, de azért is, hogy minden emberrel, legyen az bármilyen nemű is, ugyanúgy bánjanak, és ne különböztessenek meg senkit sem többé a társadalomban. A biológiai és a nemi szerepek ezentúl már Tajvanon is külön utakon járhatnak. Az Alkotmánybíróság döntése alapján. 2015-ben házasodtam össze a dél-afrikai feleségemmel, akivel Dél-Afrikából Tajvanra akarunk költözni. Nagyon remélem, hogy a törvényhozás a lehető leghamarabb törvényt alkot, így feleségemmel hamarosan Tajvanra költözhetek majd. A történtek elválaszthatatlanok Tsai Ing-wen választási győzelmétől. A Demokratikus Haladás pártja jelöltje 2016-ban nyert elnökválasztást. Köszönhetően legnagyobb részt annak, hogy az egy Kína elvével szemben állítható önálló tajvani identitással kampányolt elsősorban. A függetlenség mellett európai fogalmak szerint baloldalinak mondott, emberi jogi kérdéseket is felvállaló politikus a kampány során jelét adta annak, hogy támogatja az egyneműek házasságának törvényesítését. A döntést végül azt tette lehetővé, hogy a 15 tagú alkotmánybíróságba több tagot már az ő elnöksége idején delegáltak, és ezzel megalakulhatott minden idők legliberálisabbnak mondott tajvani alkotmánybírósága, ami pedig az elnök személyét illeti. A tajvani sajtó, amely kíméletlen tud lenni, ha politikáról van szó, többször is megkérdőjelezte szexualitását, amiért majd 60 évesen sem házasodott meg. Maga Tsai Ing-wen nem hajlandó magánéletéről nyilatkozni, úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy a nemi elnyomásban ő nem fog szerepet vállalni. Az államfőről annyit érdemes tudni, hogy egyedül él, férje és gyermeke nincs, otthonát pedig macskákkal osztja meg.
Szerintem mindenkinek szabadon kellene dönteni arról, hogy kit szeret, a nem ugyanis abból a szempontból nem számít, hogy kit szeretünk és kit akarunk elvenni. Ezt a lehetőséget biztosítani kell számunkra, mert megérdemeljük. De vannak még tennivalók, ezért úgy gondolom, ami történt, az csak a kezdet. A kérdés csak az, milyen értelemben és legalább ennyire hol? Tajvanon ezután valószínűleg ugyanazokat a csatákat fogják megvívni, mint Európában vagy Amerikában. Vagyis előbb-utóbb az egyneműek gyermekvállalása, az adoptálása, a homoszexuálisok katonai szolgálata, végül a diszkrimináció ellenes törvények bevezetése fog napirendre kerülni. Aztán jön az egyéb nemi identitások kodifikálása, amiből Amerikában már fél százról beszélnek a magukat haladónak mondók. Legalább ilyen érdekes kérdés az, hogy hol lesz még változás, azaz Tajvan példáját hol fogják követni, már ha fogják egyáltalán Ázsiában bárhol. Hogy házassága vagy sem, az szerintem nem számít. Nagyon boldog vagyok ettől a lehetőségtől. Végre a homoszexuálisok is rendelkeznek azon joggal, amivel mindenki más. Remélem így végre elvehetem a párom. A nyugati megközelítés szerint az anyagi gyarapodással és még inkább a demokratikus jogok kiteljesedésével a homoszexuális kapcsolatok törvényesítése is automatikusan megtörténik. Az mindössze időkérdése. Ázsia azonban rácáfol erre a törvényszerűségre, hiszen a kontinensen, Tajvan ebben a kérdésben egyedül áll. Ide még a makulátlan demokráciának minősülő Japán és Dél-Korea sem jutott el. Sőt, Kelet, Dél-Kelet és Dél-Ázsia 20 állama a homoszexuális kapcsolat bármilyen formáját bünteti, tekintet nélkül arra, hogy muszlim, buddhista, hindu hitű vagy történetesen ateista, azaz kommunista ideológiájú országról van szó. Mint ahogy ebben különbség a szegény és gazdag országok között sincsen. A gazdasági fejlődés és a jólét irigyelt mintaképe Szingapúr ugyanúgy bünteti a homoszexuális kapcsolatokat, mint a kevésbé módos Indonézia. Az első szintet edzőteremként használták, a másodikon pedig striptíz műsorokat adtak. A harmadik szintet pedig, ahol a kabinok vannak, szexuális tevékenységre használták. A dzsakartai bárban 141 ember tartóztattak le a pornográfiát tiltó törvény alapján. Többségüket csak kihallgatják, de 10 ember, köztük a tulajdonos ellen vádat emelnek. A majd 300 milliós Indonéziában nem ritkák az ilyen hatósági leszámolások. Noha többségében kevésbé látványos akciókról van szó. Ugyancsak Indonéziában, a szumátrai Aceh tartományban egészen más büntetés vár azokra, akiket tetten érnek a hatóságok. Aki megszegi a törvényeket, az szembesülni fog a következményekkel. Ezt írták arra a molinóra, amelyet a nyilvános vesszőzés helyszínén feszítettek ki. A 20 és a 23 éves férfiak kapcsolata a szomszédoknak tűnt fel. Ők jelentették a hatóságnak az esetet. Miután megbüntették őket, visszaadjuk őket a családjaiknak. Reméljük, hogy a nyilvános büntetés elejét veszi annak, hogy mások is hasonló bűnöket kövessenek el. Banda Aceh tartományban korábban gerilla háború folyt a függetlenségért, amit a központi dzsakartai kormány 2006-ban csak úgy tudott leszerelni, hogy széles önkormányzatot adott a térségnek. Indonéziában egyedülállóan a sharia alkalmazására is lehetőséget adva. A két tetten ért homoszexuális nyilvános megvesszőzésére lelkes tömeg verődött össze. A nők és a férfiak elkülönítve bámulták a látványosságot. Ez egy pozitív büntetés, ami remélem leckeként szolgál mindenki számára, így senki sem sérti meg a törvényeket. A büntetés 85 vesztőcsapás volt, amit ruhán átmértek rájuk, nem túl erős mozdulatokkal. A hangsúly a megszégyenítésen és persze az elrettentésen volt. Ázsiában, a döntően muszlim Közel-Keletet nem is ide sorolva, hatalmas késésben vannak a nyugaton az LMBTQ-ként emlegetett közösség jogainak biztosításában, és az sem világos, hogy a fejlemények a nyugati utat követik majd. Tajvan úttörő szerepére a szigetállam sajátos jogállása, de facto önálló államként létezése, de a nemzetközi elismerés hiánya ad magyarázatot. Az ország a nyugati minták követésével, mintha különállását is demonstrálná, ami nem csak Kína ellenében, hanem az egész kelet-ázsiai térségből kiemeli, és az egész világon még láthatóbbá teszi a szigetállamot. Amrita Sergil talán a legismertebb magyar Indiában. A tragikusan fiatalon, mindössze 28 évesen elhunyt festőnő páratlan életművet hagyott maga után.
De Indiában nem csak festményei miatt tisztelik. Alávetettséget nem tűrő, teljességre törekvő, vad és fékezhetetlen karaktere a modern nő mozgalmak ikonjává emelte őt. Alakja más művészeket is megihletett. Párizsi tartózkodásából színdarab is készült, Ladik Katalin rendezésében Navjot Randhawa főszereplésével. Elegáns követségi villa a budai hegyekben, a Búzavirág utcában. Az indiai követség tőszomszédságában kulturális intézet is működik, amely ki másnak a nevét viselné, mint az Indiában leghíresebbnek számító magyarét. Pontosabban olyas valakiét, aki legalább annyira indiai, mint amennyire magyar. Indiában Amrita egy ikon, egy mítosz, egy hatalmas személyiség. És ez a darab számomra igazából ennek a mítosznak a lerombolásáról szólt. Az ő életében ugyanis nagy mértékben jelen volt a sötétség is, amit nem mutatnak be. Inkább életének a szépséges részeit mutatják be. Ez egy nagy kihívás volt számomra. Az indiai közönség erről ugyanis nem hallott. Számukra Amrita élete olyan volt inkább, mint egy álom, pedig az nem egy álom volt. Az Amrit halhatatlanságot jelent a szanszkritban, a szíkek szent városát pedig Amritsarnak hívják. Amrita Shergillnek mindössze 28 év adatott, de ezen rövid idő alatt olyan intenzíven élt és olyan hívvel alkotott, ami csak keveseknek adatik meg, valóban elérve a halhatatlanságot. Úgy éreztem, szinte megszállottjává váltam, életének, életstílusának megszállottjává, hogy én is mélyen elmerültem, elveszítve saját belső egyensúlyom. Ma már így, inkább kései éveihez érzem magam közel, ahhoz az időszakhoz, amikor a csúcson volt. Eljutott a legnagyobb magasságba, aztán eltávozott a világból. Nyugat és kelet leánya volt Amrita Shergill, nagybátyja Bakta Jervin orientalista, édesanyja Baktai Gottesman Marie Antoinette operaénekes. Anya Londonban a Szikh birodalom utolsó maharadzsájának lányával találkozott, akinek társalkodónője lett. Bamba hercegnőt 1911-ben Pandzsabba kísérte. Ott ismerkedett meg a Simlai Rajja fiával, Umrao Shergillel, akitől két leánygyermeke született. 1913-ban Amrita, 1914-ben pedig Indira. Gyermekével előbb Magyarországon, majd Indiában teltek. Később elvált anyjával együtt Olaszországba költözött, 1929-től Párizsban festészetet tanult. Amrita itt ismerte meg a párizsi emigrációban élő orosz kommunista emigránst Boris Tazlinskit, akinek szeretője lett. Viharos kapcsolatukat Navjot Randhawa és Ladik Katalin álmodta színpadra. A művésznőt, a Navjot Randhawát is pont az érintette meg, ami a lényege a művészetének, a szabadság és a bátorság. A szabadság utáni vágy, ez vonatkozik rám is, ez vonatkozik ő rá is, tehát az, hogy felrúgni, kilépni a kötelékek alól, a represszió, az elnyomás alól, ami társadalmi és családi elnyomás is egyben. Ez vonatkozott az én életemre is, tehát nem csak a 20. század elején, Amrita Shergill életére, hanem az én életemre is ez vonatkozott, és itt van a Navjot, aki sokkal fiatalabb nála, neki is ugyanilyen problémái vannak, az alkotási problémáink kívül is. Ladik Katalin újvidéki magyar költő, színésznő, rendező és dramaturg. Újvidéken, Hvár-szigetén és Budapesten felváltva alkotott. Hangkölteményei, vizuális versei és performanszai Jugoszlávián és Magyarországon túl szélesebb nemzetközi szinten is ismertek voltak és nagy visszhangot arattak. A magyar tévénézők ismerhetik még a televíziós mesék felnőtteknek sorozatból. Elsőként az utolsó pandzsabi szík királynőről készítettek monodrámát, zenével, tánccal, vetítéssel téve összművészeti alkotással a darabot. A második nő alak, akit Navjot Randhawa színpadon akart eljátszani, Amrita Shergill volt. Indiában készült el a darab, és ott egy körúton többször is bemutattuk. Két személyes darabról van szó, és hát én igyekeztem, illetve azért kértek fel erre, hogy az európai kultúrát, illetve az európai színjátszásnak a performance jellegű változatát ültessem át az indiai hagyományos színházba, illetve indiai hagyományos igényeket is elégítsem ki.
Lévén, hogy itt Amrita Sergil festőnő, párizsi évei, tehát európai éveiről van szó. Ennek a dokumentum anyagából készült a darab, illetve a szöveg. És a Boris Tashlitskyvel való szerelmével is a konfliktusain. De viszont ebben a dokumentumok alapján készült drámában valójában szó van Indiáról, a művészetről, a halhatatlanságról, illetve hát a művészet által megvalósuló esetleges halhatatlanságról. It was an anti-love story. It was... Az ő kapcsolatuk egy anti-love story volt. Ez az érzelem nagyon is kölcsönös volt közöttük. Boris ugyanis valami olyasmit adott neki, amit Amrita nem kapott volna meg a maga nagypolgári párizsi környezetében. Megmutatta neki Párizs sötét oldalát, a lebújok világát, a bohém Párizst. Amrita pedig lényegéből fakadó lázadó gondolataival táplálta Boriszt. Nagyon szenvedélyes szerelmi történet az övék. Ez nem egy mindennapi, hanem egy nagyon is viharos kapcsolat volt. Amrita Sergil egy őrlődő típusú nő volt. A szerelem számára nem egy emberhez fűződő kapcsolatot jelentett. Mindig is több személyt szeretett, legyen szó férfiakról, vagy éppenséggel nőkről. Amrita ezért szeretőként nem volt könnyű társ. Az All She Wants, vagyis a Minden, amit akar című angol nyelvű darabot két személyre írták. De Navjot Randhawa Budapesten már egy újra rendezett változatban egyedül állt a színpadra. Szerintem érdekes helyzet állt elő azzal, hogy nincs itt a társam, mert kivetítjük azokat a jeleneteket, amikben együtt vagyok vele. Filmként vetítjük le a darab felvett változatát. És ahogy a nézőtérről a filmet néztem, érdekesnek találtam, hiszen olyan volt, mintha a képek Amrita emlékeiként jelennének meg. Boris mindig egy emlék volt számára. Amit együtt átéltek, az nagyon intenzív, de olyan rövid élmény volt, hogy az életében már is emlékké alakult. Nincs is sok közös kép róluk. Amrita és Boris kapcsolata véget ért. Amrita Indiába, majd Magyarországra költözött, és szülei tiltakozása dacára hozzáment gyerekkori szerelméhez, Egán Viktor orvostanhallgatóhoz, aki unokatestvére volt. A háború elől Indiába költöztek, és Amrita szinte megszállottan dolgozott, mintha érezte volna, hogy kevés ideje maradt. Lázadó szelleme kísérte tovább, a kasztrendszer ugyanúgy felháborította, mint a nők kiközösítése. A páriák és a nincstelenek ábrázolása, valamint a meztelenség megmutatása az ő korában nagyon merésztetnek számított. A ma Pakisztánban található Lahorban minden előzmény nélkül rosszul lett, kómába esett, és 1941. december 5-én meghalt. Testét az indiai rítus szerint elégették, hamvait a Ravi folyóba szórták. Halálának oka így rejtély maradt, de többen tudni vélték, hogy állapotos volt, és halálát az abortusz műtét okozta. Ha azt kérdezi tőlem, hogy mely részéhez érzem magam a legközelebb, arra azt válaszolom, hogy minden lehetséges tekintetben túlságosan is közel érzem magam hozzá. Mintha lélekben testvérei lennénk egymásnak. Navjot Randhawa egy dicsőséges és egyben tragikus történelmi múlttal rendelkező indiai nemzet tagja. Sikhként különösen közel érzi magához Amrita Sergilt, aki anyja révén magyar, zsidó, francia, német felmenőkkel rendelkezett. A lázadó szellemet azonban szerinte Sikh apjától kapta. Minden Sikh férfi neve Singhre végződik. Például Gurcharan Singh, Gurvinder Singh, Harbaksh Singh. So Singh means a Singh oroszlánt jelent tehát. Minden sziknő neve pedig korra végződik, ami hercegnőt jelent. A szikek összetartóak, és nem is csak vallási értelemben. A vallást is azért alakították így, hogy túléljék a mogulok támadásait, a mogul birodalom invázióját. De ebben benne rejlik a harcias szellem, a kérlelhetetlenség, az álhatatosság, és nem is csak a férfiak, de a nők számára is. A nők ugyanis ugyanúgy harcoltak a háborúkban, az angolok elleni háborúkban lovas katonaként harcoltak. Ott voltak a csatamezőn, konyba fogták a hajukat, hogy semmi ne akadályozza látásukat, és csatába rohantak. Amrita Sergil 28 évesen halt meg,
művészeti hagyatéka mégsem torzó. Magyar és indiai motívumokat megörökítő képei, önarcképei és életképei maradandó kincset jelentenek mindkét országnak. Rázadó szelleméből pedig még ma is bátorítást merítenek a művészek, Indiában ugyanúgy, mint Magyarországon. Ennyi fért az Ázsia mai adásába. Ha kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, kérjük írjanak az azsiakukac.hirtv.net e-mail címre. Adásainkat pedig megnézhetik a Hír Televízió honlapján. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!